ne legyenek illúzióik annak kapcsán, hogy önöket valamelyik nagy párt is képviselni fogja. A városlakókat szólította meg a munkáspárt a mosoni piacon. Nagy Ádám országgyűlési képviselőjelölt a céljairól beszélt. Győr-Moson Sopron megye nem csak a multinacionális cégeké. Úgy gondoljuk, hogy nem kizárólagosan a multinacionális cégeket kell csak kizárólagosan támogatni, hanem a helyi kis és középvállalkozásokat, hiszen ebben is megyeszerte rengeteg van, akiknek el van lehetetlenítve a jövőjük. Ezért nem tud az ember olyan munkahelyet vállalni, ahol tisztességesen be van például jelentve. Kénytelen elmenni multinacionális céghez dolgozni, vagy maszekhoz, aki ez véget, mivel hogy nem jár jól, nem fogja bejelenteni. Türmer Gyula is ellátogatott városunkba, aki a párt országos programját ismertette a mosonmagyaróváriakkal. Hangsúlyozta, a munkáspárt változást akar elérni április 6-án. A változás nem az, hogy leváltjuk a kormányt és újat hozunk a helyébe. A változás az, hogy a parlamentben legyen ott a dolgozó ember, a munkás ember, a szegény ember képviselője. Egy ilyen párt indul ezen a választáson, az pedig a munkáspárt. Mi azt akarjuk, hogy mindenkinek legyen biztos munkája, biztos jövedelme és biztos jövője. Ehhez munkahelyeket kell teremteni, tette hozzá az elnök. A munkáspárt a vagyonadót is bevezetné, amely a 100 millió forinttal többen rendelkező állampolgárokat érinteni.